Folytatódik a Barátságúti rendelőintézet felújítása, július elején az alsó szint rekonstrukcióját kezdte el a kivitelező. 80 millió forintos keretből fog majd az elkövetkezendő időszakban megújulni, tehát ahogy azt korábban is ígértük, ütemterv szerint folytatni fogjuk a rendelőintézetnek a felújítását, hiszen én azt gondolom, ezt már többször elmondtam, megérett a felújításra. Felújítják az erős áramú központot és a gyenge áramú informatikai központot, valamint a bejáratot, ahová érintésmentes közlekedést biztosító fotocellás ajtót szerelnek. A vizes blokkokat is rendbe fogjuk tenni, hiszen a földszinten ez még nem került sorra, úgyhogy ezeket is egy blokkban, ezt a földszinti részt befejezzük. Az elmúlt években előre meghatározott ütemterv szerint végezte az önkormányzat a Barátságúti rendelőintézet felújítását dr. Bodnár Imre szakmai irányítása mellett. Az alaksori hőközpont és a gyermekorvosi rendelők után külső és egyéb kisebb rekonstrukcióra is sor kerül a következő ütemtervben. Az emeleti rész, ahogy Szabó Péter polgármester úr említette, az nagy részt már készen van, ott még kisebb teendők vannak, ott is van még azért, ahol nyílászárót kell cserélnünk, és akkor utána talán majd a külső terület is, illetve a külső homlokzat is szóba jön. Ütemezetten tudjuk végrehajtani, hiszen igen jelentős költsége van, de utána egész más az itt dolgozók, de elsősorban az ideérkező betegeknek a közérzete, hiszen egy kulturált, tiszta, klimatizált környezetben tudják igénybe venni az ellátást, ami már ugye a felső szinten és a gyermekorvosi rendelőben most is adott. Az önkormányzat különös gondot fordít a tulajdonában lévő orvosi intézmények karbantartására, így a Domb utcai és a Dunakömlődi házi orvosi rendelőkben, valamint a Deák Ferenc utcában lévő épületben is teljes körű rekonstrukció zajlott az elmúlt években. A Barátságúti rendelőintézetben zajló fejlesztés ideje alatt az alsó szinten működő házi orvosi és pszichológiai szakrendelés átmenetileg a felső szintre költözött, emiatt a lakosok türelmét kérik. A beruházás várható befejezése 2021. szeptembere.